Shestakov csúsztat, Mihajlovics pedig mehet, nem volt lesen. A túloldalon Juhar érkezik, de Hassaninak is vissza lehet gurítani. Ez a játék 2-0. Remek akció, teljesen megérdemelte, megrúgja a második gólját is a Diózsőr. És hogyha azt mondtam az első negyed óra után, hogy ez volt eddig a legjobb 15 perce a szezonban a Diósgyőrnek, ez eddig a legjobb fél ideje. Hassani két hét után ismét eredményes. Most nem egy óriási átlövés góllal, hanem egy remek akció végén. És Mihajlovicsot megint csak dicsérni lehet. Itt a tovább csúsztatott, és valóban nem volt les, mert Pintér beragadtott egy kicsit a túloldalon. Mihajlovics felméri a terepet, visszagurítja Hassaninak. Igaz befejezés. Kicsaknak nem sok esélye volt.